Mikor megnézte az előadást, akkor ő is, és hát természetesen a Dusán is, ugye hát azért mind a ketten elég rendesen benne vannak a történetekben. Szinte nem tudtak szóhoz jutni, a saját elmondásuk szerint elképesztően meghatódtak a dologtól. Nem saját maguktól, hanem hogy ezt a történetet meg lehet csinálni így is színpadon. És talán még így egy kicsit másról, többről szól, mint maga egy-egy dal. Egy generációs történetről van szó. És mivel a dalok annyira sok mindenről szólnak, akár zeneileg, akár szövegileg, hogy el lehet egy történetet mesélni, egy 20. századi történetet, ami egy generációnak a története, ezért nagyon könnyen bele tudtam magam élni, illeszteni ebbe a dologba. Úgyhogy nekem nem kellett őt utánoznom, mert annak semmi értelme nem lett volna, hanem azt kellett megértenem, amit ők megéltek, amit megtörtént velük, ami esetleg velem is történhetett, vagy történhetett volna.